Szeretettel köszöntjük a stúdióban ezt nagyon rosszul kezdtem, Német Ágnes, Bálint Ágnes lányát üdvözöljük. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánunk. Köszönöm a meghívást. Elsőként nekem az jut eszembe, és szerintem sokaknak, hogy egy meseíró lányaként felnőni, az mennyire ajándék, vagy mennyire van úgy, hogy tényleg saját anyukánk mesét hallgathatjuk esténként. Ön ezt hogy tapasztalta? Nem egészen így van, mert akkor még nem volt nagy, amikor mi kicsik voltunk, akkor televízió meg nekünk nem is volt, akkor mindig el kellett menni az iskolába, ha valamit meg akartunk nézni. Mi természetesnek vettük, hogy ő meseíró. Azt úgy gondoltuk, hogy olyan foglalkozás, mint mikor valaki ács, vagy orvos, vagy nem tudom micsoda, és akkor még nem volt ez a celeb korszak sem, tehát nem sztárolták őt sehol. Tehát nekünk ez nem volt meg, hogy az most olyan érdekes dolog, hogy az édesanyánk meséket ír. Ami nagyon érdekes szerintem, hogy a mesevilágot ön számára a nagymamája teremtette meg. Melyik voltak az ön kedvenc meséi? Nem is az, hogy ő teremtette meg, hanem hogy egészen különleges módon tudott mesélni. Grimm meséket mesélt, de valahogy úgy megszelidítve, úgyhogy nem tudom konkrétan megmondani, hogy melyik volt a kedvenc mesém. Az anyáméból azt tudom, ott a Frak volt, de szerintem az egész családnak a Frak volt a kedvenc meséje. És az édesanyjának a történetei azok a legtöbb személyes történet, amiket mesékben megírt. Igen. Például a Frak is. Igen. Például a Frak is, igen, mert Frak létezett, az egy igazi kutya volt. A férjem vette meg egyszer, az orvosegyetem udvarára jött be egy kis teherautó, egy csomó elfogott, Sintér által elfogott kutyával, és akkor úgy meglátta azt a vörös foltot, azt a vizslát, mert ugye vizsla volt, és megvette 100 forintért. Akkor az nagyon sok pénz volt, 2000 forint volt a fizetése, abból adott 100 forintot. És hát nem volt Frak, nem volt az a szelit kutya, amit aztán az anyám csinált belőle, hanem vadászkutya volt, aki megszökött, utcán kóborkutya volt, úgyhogy tőlünk is többször megszökött, átmászott a kerítésen, úgy jött vissza, hogy a fülébe meg a fenekébe sörétek voltak, tehát nem volt vele egyszerű kezdetben. És Károly bácsi is létező személy volt, ki volt ő így valójában? Így van, Károly bácsi pedig egyértelműen az édesapám volt, az édesapámnak a férje oldala, például a metszőollós dolgok is teljesen egy az egyben megtörténtek, hogy minden évben találtunk a kertbe rozsdás metszőollókat. És a Frak, így hívták, az elnevezés az eredeti kutyáról nem, származik? Azt a kutyát mi még Csibésznek neveztük, csak édesanyám nagyapjának, aki erdész volt, volt egy csomó vadászkutyája, és az egyiknek volt a neve Frak. A nagymamám írt is róla egy mesét, hogy milyen volt az igazi Frak, és aztán annak a neve alapján nevezte el édesanyám Fraknak, mert olyan jó hangutánzó szó a vakkantás, olyan jól hangutánozza. És például a mazsolai stádé is egy saját élményéből született az édesanyjának, egy vonaton utazott, ahol meglátott egy anyukát, nem így történt? Ez rosszul? Ja, igen, de így van, hogy arra jött rá, hogy szüksége van a mai fiatal édesanyáknak valami kis segítségre, és ő különben nagyon segítőkész ember volt, és szerette volna, hogy az egész világ, mindenki boldog legyen az egész világon, és ezért írta, valahol nyilatkozta is, hogy azért írta meg a mazsolát, hogy az édesanyák vegyék észre, vagy nem csak az édesanyák, tehát egyáltalán az emberek tudják, hogy gyereket nevelni toleranciával és humorral, azt hiszem, ez, mintha ez a kettő lett volna, és tényleg így van, hogy csak avval lehet gyereket nevelni. Őszinte leszek, én tényleg ezeken a meséken nőttem fel, és szerintem rengetegen, és a mai napig, hogyha látom, hogy megy a televízióban, vagy akár az interneten szembe jön velem, akkor megnézem azt a részt, tehát hogy örökérvényűek. Ön szerint mi a titka ezeknek a meséknek, vagy szereplőknek, karaktereknek? Szerintem azért, mert hitelesek. Tehát nem kitalálva vannak, hanem valóban igaz karakterek, igaz jellemek, akik elő dolgozott, ezt tudom, hogy elképzelés, és a humánum, bocsánat, hát azért jó, hogy most kicsit más irányba megy a világ, mert általában szeretjük a keményebb dolgokat, a betegségeket, a halált, a nem tudom mit ábrázolni még a gyerekkönyvekben is, de azért a humánum az nagyon remélem, hogy örök maradt később is, és őre az nagyon-nagyon jellemző volt. És a környezetvédelem is nagyon fontos volt számára. Nagyon, mert vidéken nőtt föl, Adonyba született, a Duna mellett, hát a Duna az a kedvence volt, és hát gyakorlatilag a tévében talán lehet azt mondani, hogy az első környezetvédelmi műsort egy kicsit idézőjelbe téve,
ő indította el egy Kuckó című műsort, ami azt hiszem, nem emlékszem pontosan, talán hetente ment, és állatokról, növényekről, emberekről nagyon fontos volt, és számunkra is ez nagyon fontos, ez a műsor. És ezt a nagy sikert, ami az édesanyját övezte, ő hogyan fogadta? Mennyire törődött ezzel? Hát egyáltalán nem törődött velő, nagyon-nagyon szerény ember volt, soha nem tolta magát előtérbe, de soha. Tulajdonképpen kicsit már negatívumba ment a dolog, mert azért, ha valakinek tehetsége van, azért azt meg kéne mutatni, de ő teljesen normális módon beszélt minden emberrel, nem sztárolta magát. És a nápolyai édesanyja emlékét készült egy emlékhely is, ez hol van pontosan, és mit láthatunk ott? Hát Vecsésen, ahol ő lakott, 60 évig ott lakott, mert ugye Adonyba nőtt föl fiatalkorába, de aztán az édesapámhoz ment férjhez, és 60 évig ott lakott Vecsésen egy nagyon érdekes házba, ahol Sziszi is járt, Erzsébet királynő is járt, mert egy idő után az Andrássy grófoknak volt a vadászháza, és gondolom Sziszi biztos a Gyula miatt járt oda vadászni. Építettek neki, mármint Sziszinek, egy külön lakrészt, alul egy nappalival, fölül egy valószínűleg, ahol le lehetett dőlni egy hálószobaszerűséggel. Na most hát ezt az én dédapám megvette, és abba laktak egészen, amíg én férjhez nem mentem, én is ott laktam. És ott most csináltunk egy emlékházat, ami azt jelenti, hogy gyerekek, csoportok, egyéni látogatók tudnak jönni, megnézik az ő életét, fönt van egy régi játékokból egy kiállítás, és kinn a kertbe lehet játszani, vannak pici kis Futrinka utca házunk, meg Sompolyogi föld alatti alagútja, ami azt jelenti, hogy egy csúszdát letettünk a föld alá, meg van kis mini vonatunk, mert hogy Tündér a vonaton címmel megcsináltuk azt is. Szuper, akkor ez egy teljes kis világ, amit kialakult. Egy kis mesevilág, akkor mindenkit arra bátorítunk, hogy ezt látogassa Vecsésen, ne csak ezen a hétvégén, hanem bármikor. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Köszönöm.